Már a koronavírus kellős közepén hozzáláttak a szekszárdi kosaras klubvezetők a jövő szekszárdi női csapatának felépítéséhez. Talán ennek is köszönhető, hogy már április közepére kialakult az a véglegesnek tekinthető keret, amellyel nekivág az atomerőmű KSC Szekszárd a következő szezonnak a női kosárlabda NB1-ben. És persze annak is köszönhető ez a nem vár gyors ügymenet, hogy a vírus jelentkező és várható negatív következményei okán nem jelentett be egyetlen komolyabb szponzor sem a korábbiakhoz képest csökkenő támogatást. Rögtön ugye elmentünk a szponzorainkhoz, akik szóbeli ígéretben azt mondták, hogy tudják tartani a korábbi évekhez képest a vállalásaikat, és így elkezdtük a csapatot építeni, ami gyakorlatilag április közepére teljessé is vált. A magyar maggal való megegyezést követően viszonylag gyorsan pont került a légiós összetételre is. Akiket nagyon szerettek volna, sikerült megtartani, de lesznek újak is, akik a múltjukból adódóan is úgy tűnik erősítést jelentenek. Érkezett Majas Korics, Szájsa Gori, ők mind a ketten a DVTK csapatában voltak, valamint Zala Friskovec a csatából, illetve még kettő új magyar játékost igazoltunk, ugye egy régi új Zele Dorina, aki ugye korábban is 3 évet itt játszott, valamint Szabó Fanni személyében. Ezzel egy elég mély rotációs lehetősége lesz majd a szakmai stábnak. Aminek az élén továbbra is Gyokics Zsejko vezetőedző áll, aki nagyon szeretné, ha ezzel a kerettel az Európai Szövetséghez benyújtott szabad kártya megszerzésével, ez még kérdéses, a csapat lehetőséget kapna arra, hogy a legrangosabb kupa küzdelem az Euroliga selejtezőjében megmérethessen, amire már korábban többször is volt lehetőségük. Hogy akár vállalnánk az Euroligát is, persze jelen pillanatban ugye Európa Kupa résztvevők lehetünk csak, de van kérelmünk beadva a Nemzetközi Szövetséghez, valamint a Magyar Szövetség is tudja, hogy mi vállalnánk ezt a szereplést. A dolgok jelenlegi állása szerint a Magyarország szerelmes, ezen belül erős szekszárdi kötődésű amerikai Erika McCall visszatérése elől is elhárultak különböző akadályok, például a vírushelyzet, az amerikai női profi kosárlabda bajnokság kezdése körüli bizonytalanság. Vagyis a közönség kedvenc, minden idők talán legjobb szekszárdi női kosarasa már augusztusra a felkészülés kezdetére megérkezhet. Inkább a vírus helyzettel lehet esetleg olyan, hogy nem tud ideérni, de alapul a terv az, hogy augusztus 10-én ő is megérkezik, és megkezdi a felkészülést a csapattal, és ez igaz minden játékosra, tehát minden játékosunk augusztus 10-i héten meg fog érkezni, és gyakorlatilag egy 7-8 hetes programot fog megkezdeni a csapat augusztus 10-én. Rákérdeztünk a klubvezetőnél a fiatal horvát szekszárdon berobbant, ponterős irányító Ivana Dojkic megtartása mennyire volt, illetve nem volt esély. Persze szerettük volna Ivanát megtartani, de ugye egy olyan csapathoz megy, most már hivatalosan ugye az USK Praha csapatához igazolt, ami ugye egy top Final Four-os csapat az Euroligában, aminek nyilván nem tudott nemet mondani, és ezt mi meg is értjük, és ezért erre nagyon büszkék is vagyunk, hogy gyakorlatilag ő most már a második játékos, akit a Prága tőlünk viszel ugye Teja Oblak után. Studer mellé egy szlovén irányító tehetség érkezik a fővárosi csata DS-től, de több új igazolás is meglehetősen otthonosan mozog ezen a poszton. Ági mellett ott lesz Szabó Fanni is, aki kiválóan tud irányítani, és ugye Zala Friskovec is bevethető ezen a poszton. Itthon kezdi meg augusztus 10-én a felkészülést a szekszárdi élvonalbeli női kosárlabda csapat. 2 hét elteltével Roglába utazik, magaslati edzőtáborozáson vesz részt a Gyokics alakulat, amitől az erőlét még speciálisabb megalapozását várja a szakvezetés, gondolva a nemzetközi kupák valamelyikében történő szereplésre is. Ebből az edzőtáborból már tavaly ízelítőt kaptak a játékosok, ami kaland, de most lesz igazán megpróbáltatás is. Tavaly is voltunk 1 hetet, most azzal a különbséggel ott akkor 1 hetet ott voltunk, és utána, illetve 5 napot ott, 5 napot tengeren, de most végig fönt lesznek 2 hétig, ezt követően fognak hazajönni, továbbra itthon lesz a felkészülés, lesznek edzőmeccsek, hazai pályán 1-2 idegenben is hasonló száma, valamint ugye kint Roglába, és a Siókupa, amiről már körvonalazódik, az 51. Siókupa, az 50-re szerettünk volna egy nagyot, de most az 51-re lesz egy nagy, ha minden igaz, egy 8 csapatos
torna lesz. Az idén szurkoló csalogató durranásnak ígérkezik a Siókupa, amit továbbra is a szekszárdi születi napok részeként szerveznek, rendeznek meg. Remélhetőleg szekszárdi döntős, vagy legalábbis bronzmeccses szerepléssel, ami jelezné a KSC Szekszárnak továbbra is hazai és nemzetközi szinten babérok learatására készülő csapata van, illetve lesz.